Adnál tovább Ungarhelyi tanácskozáson. Ott van tudósítónk Baranyi László. Laci, van-e már döntés a pártalapításról? Az országos küldöttgyűlés még vitatja a pártalapításról szóló tervezetet, de nem elvi kérdésekről, csak szövegezésről van szó. Az erdélyi Magyar Néppártot, mert végül is ilyen néven terjesztették be a kezdeményezést, gyűjtőpártként szeretnék megalakítani, amelyben mindenki megtalálná helyét, akinek fontos az autonómia, függetlenül attól, hogy korábban milyen szervezetben tevékenykedett. Az erdélyi Magyar Nemzeti Tanács választmánya két hónapon belül nevesíti, kik vesznek majd részt az új párt bejegyzését intéző kezdeményező testületben. A mozgalomként tovább élő erdélyi Magyar Nemzeti Tanács szeretné elérni, hogy az RMDSZ-szel közösen működtetett erdélyi Magyar Egyeztető Fórum a magyar összefogás valódi intézményévé váljék. A tisztújítás nem hozott meglepetéseket, az Erdély Magyar Nemzeti Tanács országos küldöttgyűlése újabb egy évvel meghosszabbította Tőkés László elnök és a teljes elnökség mandátumát. Laci, köszönjük. Most pedig következik összefoglalónk az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács küldöttgyűléséről. Tőkés László arról beszélt, hogy itt az idő, hogy folytassák az 1989-ben megkezdett rendszerváltást. A tanácskozás résztvevőit egyébként levélben üdvözölte a magyar köztársasági elnök. Itt az ideje, hogy megértsük, ha a magyar nemzet összefog, nagy dolgokra képes, mondta a nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Székelyudvarhelyen. Répás Zsuzsanna szerint az anyaországnak kötelessége a magyarok összefogását segíteni határon innen is túl. A nemzeti célok elérésében egyaránt fontos a politikai pluralizmus és az összefogás. Ez a kettő nem mond egymásnak ellen, tehát az, hogy megjelenhessenek a különböző gondolatok, annak a tisztázása szükséges ahhoz, hogy később majd létrejöhessen az összefogás, az egység a különböző irányzatok között. Erdélyben politikai irányváltásra van szükség, mondta Tőkés László. Az MNT elnöke úgy véli, a magyarországi változások megérlelték a nemzetpolitikai rendszerváltozás idejét, amelynek két pillére van, a határok feletti nemzetegyesítés és a határon túli magyar közösségek önrendelkezése. Ennek a példás, hivatásos, hiteles képviseletére vállalkozna a létrejövő erdélyi néppárt. A betűszó azonos az Európai Néppárt betűszavával, ENP. A magyar integráció egyet jelentene ebben az olvasatban az európai integrációval. Van európai képviseletünk, van magyar kormányunk, felelős kormányunk Budapesten. A párt létrehozásáról megszülető elvi döntés után a kezdeményező bizottság elindítja a bejegyzési folyamatot, és ezzel párhuzamosan újra kell szervezni az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumot is, összegezte a teendőket az MNT alelnöke. Szükség van az autonóm érdekében és minden stratégiai cél érdekében a párbeszédre, ugyanakkor ezt ki kell szélesíteni, ezt a párbeszédet, nem szabad beszűkülnie, tehát mindezekkel a feladatokkal akarjuk a megválasztott elnökséget felruházni, hogy ezt tovább bonyolítsák. Romániában egy párt bejegyzéséhez 25 ezer támogató aláírást kell összegyűjteni az ország 18 megyéjéből és a fővárosból, megyénként minimum 700-at. Toróté Tibor abban bízik, jövő nyáron a Bálványosi Szabad Egyetemen már elmondhatják, új magyar párt született Erdélyben.